különleges éves programsorozat első állomásán vagyunk most itt a Várkert Bazár déli panoráma teraszán. Kérlek, mutasd be ezt a rendezvénysorozatot, és mi ez a kiállítás? Nagyon fontos volt számunkra, hogy a Várkert Bazár is csatlakozzon a Petőfi 200 emlékévhez, ezért valóban egész évben különböző programokat kínálunk majd ehhez kapcsolódóan, és az első ilyen esemény, ahol most itt állunk a Várkert Bazár déli panoráma teraszán, egy különleges János Vitéz kiállítás, ahol a kisképzős, nagyon tehetséges fiatal diákokat hívtuk segítségül, hogy a modern, friss látásmódjukkal vegyék ki ebből a részüket. Felhívást tettünk közzé, hogy aki szeretne, csatlakozzon ehhez. Az volt a feladatuk a diákoknak, hogy János Vitéz egy-egy idézetéhez alkossanak bármit és bárhogy különböző technikákat használhattak, és azt gondolom, hogy lenyűgöző lett a látvány. Meg is lepődtünk, hogy 50-en jelentkeztek a felhívásra, és a kisképző zsűri választotta ki végül mind a 25-öt, amelyek kikerültek itt a Várkert Bazárban, de volt szerencsém látni az összeset, az 50-et, és néztük egymás után a fotókat, és valóban varázslatos teljesítmény volt mindenki részéről. Miért volt fontos számotokra az, hogy a fiatal korosztályt szólítsátok meg ezzel a pályázattal? Azt gondolom, hogy a János Vitézben nagyon sok olyan elem van, amelyik a fiataloknak is izgalmasak a mai napok. Gondoljunk csak a szerelemre, a küzdelemre, illetve az egész János Vitéz tulajdonképpen egy fantasy, egy varázslatos történet, és kíváncsiak voltunk, hogy ezt a fiatalok hogy látják. Azt gondolom, hogy mindannyian tanultuk a János Vitézt, mindannyian tudtuk a kívülről legalábbis bizonyos részeit, de nekik még nagyon friss ez az élmény. És kíváncsiak voltunk, hogy amikor ők olvasták néhány évvel ezelőtt, akkor mi játszódhatott a fejükben, és most ez szerencsére ki tudott ilyen jönni belőlük, és vászonra tudták ezeket vetni. Milyen programokra számíthatnak még az érkezők a bicentenáriumban? A márciusi programjaikat tudom már mondani. Március 14-én Juhász Anna vezetésével egy irodalmi előadást tartunk, ahol Petőfi szerelmes verseit lehet megismerni, és egy nappal később, március 15-én pedig egy ünnepi élőzenés tánc költeményt mutattunk be a Várkert Bazár rendezvény termében, amely pedig szintén a János Vitézt idézi meg, úgyhogy nagyon különleges előadással várjuk a látogatókat. A Várkert Bazár déli panoráma teraszán egy új izgalmas időszaki kiállítás nyílt, amely a Petőfi bicentenáriumhoz kötődik, mint elég sok kulturális esemény ebben az évben. A kisképzősök munkáiból állította ki, amely egy pályázatra érkezett. Erről kicsit kérem meséljen, hogy milyen korú diákok adták be leginkább a pályázatot, és milyen technikával készültek ezek. Igen, hát ugye alapvetően a pályázat célja az volt, hogy János Vitéz irodalmi művet gondolják újra a gyerekek, a tanulók, és hát nyilván ez az eredmény, ez nagyon jól látszik is ezen a kiállításon. Hozzáteszem, hogy az is, hogy szerintem egy fontos információ, hogy az itt látható képeket nem iskolai feladatként kapták, hanem valóban saját inspirációból, a saját szabad idejükben, lényegében a téli szünet folyamán készítették el. Ugye mi középiskola vagyunk, tehát nálunk 14-től 19 éves korig tanulnak a diákok, és az itt látható munkák is körülbelül ebben az életkori spektrumban láthatók. Felmerült a kérdés, és valószínűleg hogy sokakban felmerül, hogyha megnézi ezeket a képeket, ez tényleg 14 éves vagy 15 éves fiatal készítette? Igen. Nyilván az iskola tradíciói azok nagyon fontosak, tehát mi országos beiskolázásúak vagyunk, tehát lényegében azért a ország tehetséges fiataljainak jelentős része a mi iskolánkba kerül, hogyha jelentkezik és megüti azt a mércét, hogy nálunk tanulhat, és attól kezdve valójában irány a csillagos ég, csak a tehetség szab határt. Hány pályamű érkezett, és itt a Várkert Bazár panoráma teraszán hányat választottak ki? Hát közel 50 pályamunka érkezett, és ebből 24-et állítottunk ki, illetve az egyik munka nyerte el azt a
díjat, hogy magának az egész kiállításnak az arculatát képviseli, tehát abból lett a plakát. Az nem külön kiállítási tárgy lett, hanem tulajdonképpen a plakátnak a háttéranyagát szolgálja. Tehát összesen 25 mű került be ebbe a válogatásba. Melyek voltak a legnépszerűbb technikák, amikkel a diákok dolgoztak, és ezeknek a munkáknak a digitalizálása mennyire okozott gondot? Nyilván a technika az nagyon széles spektrumban mozoghat, de alapvetően két irány, ami nyilván a mai fiataloknak, főleg akik művészetet tanulnak, már nem egy idegen felület. Körülbelül az itt kiállított képek fele az nem is papírra készült és nem is festékkel, hanem tisztán digitális technológiával, azaz ezek digitális táblán rajzolt munkák, amiket itt találunk több tekintetben, tehát eleve digitális anyagok voltak, nincs is fizikai megvalósulásuk, illetve itt valósultak meg fizikailag, és természetesen vannak olyan munkák, amik a hagyományos szabadkézi technikával készültek, ott aztán az olajfestménytől a akvarellen át a krétarajzig minden technológiát megtalálunk. Milyen versrészletek szerepelnek a képeknél? Ezeket a diákok egy adott, hát úgymond menüből választhatták, pontosan azért, hogy a János Vitéznek a kulcsmondatai, azok a fordulópontjai kerüljenek fókuszba, amik tényleg fontosak. Ugyanakkor a képanyagban elég jól látszik, hogy a diákok döntései milyen irányokba mozdultak, és melyik kulcsjeleneteket ábrázolták többen. Ez hozzátartozik ehhez a generációhoz, úgy gondolom, de Petőfi korában, a János Vitéz idejében is az olvasókra is hatott. Az a nagyon erős fantáziavilág, amit ma fantasynek nevezünk mondjuk a film kultúrában, meg a regény irodalomban. És én úgy gondolom, hogy a diákjaink elég egészen frissen, ügyesen fogták fel a János Vitézt. Egyfajta ilyen szerelmi, kalandregény és fantasy világként. Itt állunk a nyertes kép mellett egyébként. Mit ábrázol ez, és ki az alkotója? Hát Villányi Nagy Panna munkája előtt állunk, és már említett technikával ez a munka digitálisan készült el, és valójában fizikailag most látható ebben a formában. És nyilván az, hogy ez a kép vitte el a pálmát, hogy úgy mondjam, ennek nyilván megvannak a maga okai. Egyrésztről az, hogy sikerült diákunknak egy olyan kicsit absztrakt, de mégis nagyon jól tovább gondolható és jól asszociálható világot teremtenie ezen a képen, ami akár nyilván megérhetne akár egy animációs, filmes továbbgondolást is.